Szeretném elmondani azt, hogy nagyon hiányzol nekem. Egyszerűen megállt az autó, kiírta, hogy off, full off, ezt írta ki. Hogy a Knight Rider autó nem akar elindulni, olyan volt már. De hogy ebből adódóan nekem egy egészségügyi problémám, egy mérgezésem legyen, na olyan még nem volt. Elmondani azt, mit nem mondtam el. Úgy kezdődött, hogy egy rendezvényről hazafelé tartva, egy kisebb városban, olyan 40-nél gurulva, alig érezhetően elkezdett rángatni az autó. Akkor kicsit mén, de utána. Félreálltam az útszélére, és a motor leállt magától. Motor cseklámpa villog. Újraindítom, azonnal elindul, van alapjárat is, viszont gázadásra, amikor rálépek, akadozva reagál ilyen így emelte a fordulatot, és amikor ilyen 3000 körüli fordulathoz értem, magától lefullad. Első gondolatom a szokásos gyújtásmodul, de ha az elromlik, akkor először puffog a gyújtás, hatalmasakat durog vissza, majd soha többé nem indul el. Itt meg ilyen nem volt. Amikor magától leállt, kicsit mindig olyan érzés volt, mintha kifogyott volna a benzin. Ezért óvatosan elgurultam egy, szerencsére egy kilométerre volt, közeli benzinkúthoz, ahol is hadd említsem meg, hogy baromi kedves család jött oda hozzám, meg még ketten-hárman, akik segítettek is, meg tök jól eldumáltunk, nem mellékesen egy Porsche 944 turbóval, amivel csináltunk néhány fotót, nem foglalkoztunk a problémával, rittyentettünk egy ilyen gyors autós találkozót. Jól teletankoltam, és lám, ugyanaz, semmi változás. Elindul, alapjárat van, de fordulatom föttög. Hallotta? Mit? Föttög. Föttög. Nem hallotta? Na, na, fött. Most hallotta? Mire jött az este, meg hát biztos, ami biztos, trélerrel hazahoz, de ide még járó motorral jöttem be vele. Az alapfeltételezésem, hogy gyújtás gond. Hiszen eddig mindig az volt. Gyújtás modulom meg mindig van itt készleten egy új, úgyhogy kicseréltem. Semmi változás. Van erre ilyen házilagos, gémkapcsos megoldás, amivel ki tudod villogtatni a komputerből a hibát. Ezt én meg is tettem, de 12-t villogott, ami annyit jelent, hogy a hibatároló olvasási módba való be- és kilépés. Ezzel nem lettem előrébb. Berendeltem a gyújtásrendszerhez szinte mindent. Amúgy sem tetszett a régi elosztófedél, a rotor, vettem új gyújtásmodult, és kicseréltem mindet, semmi változás. Mind a 8 hengerből. Azért az ennél a V8-nál nem annyira vicces, mert elég alacsonyan vannak a gyertyák. Kiszedtem a gyertyát, megpucoltam, hát ha az a gond, hogy rosszak a gyertyahézagok, vagy éppen benzinben úsznak, semmi ilyen probléma. 2 hétig tartó hibakeresés következett, először a biztosítékok ellenőrzése, benzinpumpa relé, a testeléseket csekkoltam, hogy rendben vannak-e. Aztán jött a szenzorvadászat. Legelsőként a TPS szenzor, amely a Throttle Position szenzor rövidítéséből a gázpedál állásnak a jeladója, itt található a TBI-nek az oldalán. A gázpedál állásából egy elektromos jelet produkál, ugye az a feladata, és nézd, annyira belementem, hogy ez itt egy teljesen új csatlakozó és kábel egészen odáig, mert nem tetszett a csatlakozója, abból is vettem újat, és újra forrasztottam, bekötöztem, húztam rá védőt. Kimértem a feszültségét, és nem bizonyult rossznak, ugyanis ennek alaphelyzetben 0,51 vagy 0,54 volt feszültség kell, hogy el legyen rajta, és amikor nyomod a gázt, akkor ez felmegy ilyen 1,2-1,3-ig, stimmel. Nem ez a baj. A következő az IAC nevű szelep. Látod, ez már egy tiszta új, mutatom a régit. Na, ez volt a régi TPS csatlakozó, hát elég csúnya volt, úgyhogy jobb is, hogy kicseréltem. És ez az IAC szelep. Amit igazából ilyen levegőbe jövő, vagy levegőbe engedő szelepnek lehetne fordítani. Tehát egy rugó segítségével ezt a tengelyt mozgatja ki be, ilyen csúcsos a vége, olyan, mint egy tűszelep mondjuk a karburátorban, csak ez éppen levegőt szabályoz, és akkor eltömít, meg oldja azt a rést, ami a TBI-ben van. És látod, hogy nem tudok rajta mozdítani se kisebe, mert be van állva ez az egész. Szétszedtem, megpróbáltam megpucolni, nagyon koszos volt a belseje, ezért azt gondoltam, hogy akkor ez rossz. Na, végre megvan a hiba? Nincs. Az összes vákumcsövet átnéztem, nem csúszott-e le valami valahol, nem lehet-e az, hogy lukas, semmi ilyesmi.
Ezután következett az EGR rendszer, ami egy kipufogó gáz visszavezető, ezzel a vákumos szeleppel, amely szelepet ez a hát mágnes kapcsoló vagy szolenoid vezérli, leszereltem, szétszedtem, megfújkáltam szájjal, tehát kipróbáltam, hogy tartja a vákumot, befogtam a csövet, gyönyörűen tartja a vákumot. Picit megolajoztam ott, ahol meg kellett, és tökéletesen működik, tehát ez a része jó. És hogy az EGR tisztítás milyen eredményt hozott? Az, hogy már el sem indult. Nincs alapjárat, nincs föttögés. Teker az önindító, de az autó már be sem röffen. Itt már kezdtem csüggedni. Végső elkeseredésemben felhívtam Krisztiánt, tőle vettem az alapautót 2010-ben. Ő egyébként szereli, árulja, javítja őket, bontja is ezt a típust. Haló! Egy ***t hétig várom a sorozatomat, és erre egy f***! Haló! Azt mondja, ha EGR is a baj, attól még indulnia kéne, maximum csúnyán jár a lapjáraton. Oké, tesztmegoldás, kössük ki az EGR rendszert. Lehúztam és ledugóztam a vákumcsöveket, hogy kikerüljem az EGR-t. Ugyanaz. A lambda szonda csatlakozó lehúz, kipróbál, semmi változás. Elő megint a game kapcsot, kódvillogtatás, 34-es hiba jött ki, mapszenzor alacsony jelfeszű, mapszenzor alacsony jelfeszültség. Rendeltem új mapszenzort, egész gyorsan meg is érkezett, és megmondom neked, örültem, mert ennek itt alul van a csatlakozója, így áll a motorban, és amikor lehúztam róla a csatlakozót, kiesett a belseje, hopp, mondom, szétesett a mapszenzor, megvan a hiba. Beszereltem az újat, és tippelj, már nem villogott többet hibakódot, persze azért ugyanúgy nem indult el. Nulla, zero, niente, nix, gar nix, nem ez volt a baj. És itt jött az, amit tudom, elcsesztem, mert már a legelején kellett volna, a szikrateszt. Hogy legalább tudjam, gyújtásom van-e, mert hogyha az van, akkor mondjuk másfelé keresgélek. Az egyik henger mondjuk a legközelebbi, gyertyapipája kivesz, benne persze a gyertyával, testre rak, indítóz. Leopold, kérem indítson. Látod, szikra van. És a szikra van, az azért jó jel, mert akkor tudjuk, hogy gyújtás is van, tehát a gyújtásrendszerrel nincsen gond. Vagy jobb is, hogy nincs gond, hiszen gyakorlatilag minden új rajta. Ha nem gyújtás, most ezek viszonylag egyszerű motorok, tehát mi kell hozzá, hogy működjön? Benzin, szikra, meg mondjuk átöblítés, tehát hogy a kipufogó ne legyen eldugulva. Ja igen, és a kompresszió szükséges még ahhoz, hogy a motorra induljon, de ennek a motornak ilyen gondja sosem volt, tehát ezt kizárnám. Én azt gondolom, ha mondjuk a katalizátor szét lenne esve, akkor azért elindulna, csak mondjuk lefulladna. Volt már olyan autó, aminek kettő katalizátora is volt, és mind a kettő szét volt esve, de azzal még menni is lehetett, csak néha kanyarban leállt. A benzin vonalon maradnék, és ha már benzin, akkor nyilván legelőször mit nézünk meg? A benzinpumpát, vagy AC-t, vagy tápszivattyút, nevezd, ahogy akarod, az üzemanyagrendszer azon fő elemét, amelynek az a feladata, hogy a tankból, innen hátulról a benzint előre szállítsa a motorhoz. Gyújtást rátéve, itt hátul zümmögést fogsz hallani, az rögtön jelzi, hogy megy a benzinpumpa, mert hogyha például a benzinpumpa reléje szarik be, akkor sincsen zümmögés, semmi, csönd van. Nézzük meg, hogy ez jó-e! Aci neki ignition! Én hallom. Na, ide irányítalak, hogy te is halljad, de füleljám jól. Figyelj! Gyújtok! Miután így a benzinpumpát jó meghallgattuk, az lenne a következő, hogy az üzemanyagrendszeren menjünk tovább, ami azt jelenti, hogy mondjuk akkor a benzinünk eljutott hátulról előre, nézzük meg az injektorokat, hogy az injektorok működnek-e. Ja, persze tudom, ne használjon külföldi szavakat, benzinbefecskendező. Szóval nézzük meg az injektorokat. Csak azért is. De tök egyszerű megoldásom van amúgy. Például nincsen éppen kéznél olyan madzag, amin tudsz 12 voltot vinni már, mint az aksi pozitív-negatívjától az injektorhoz. Nekem van, csak annyira buli, hogy meg akarom mutatni, hogy működik. Egy 9 voltos elemmel le tudod tesztelni az injektort. Fogsz egy 9 voltos elemet? Azért 9-es kell, és azért nem jó a másfél egy ceruza, hogy minél közelebb legyél a 12-höz, tehát hogy a 12 voltos akkumulátor feszültséghez. Itt az injektornak a csatlakozója. Szépen lepattintod róla. Egy piros vég, egy narancssárga vég. Hozzáérinted az elemet. Tehát csetteg, vagyis az injektor működik.
Szóval a csettegők jók. Nyilván a spréképet nem láttuk, de működik az injektor, 12 volt van rajta. Az injektor vezérlése úgy működik, hogy a gyújtás modulálja jelet a kompjúternek, és a kompjúter vezérli ennek megfelelően az injektort, ő mindig testet adogat neki. Tehát a 12 volt állandó az injektorokon, az is megvan. Tehát csettegnek is, áram is van rajtuk, nem injektor hiba. Igen, lehet kompjúter is, ez is egy esély, de még olyat láttam, hogy olajgomba. Ha az olajnyomás nem épül fel, akkor ugyanez lehet a jelenség mindig, tehát a gyújtást ráteszed, elindul a benzinpumpa, nyomja neki a benzint, viszont indítózáskor már elveszi a kompjúter a benzinpumpától a jelet, mivel nem látja felépülni az olajnyomást. Na most itt nem ez van, már indítózáskor látom, hogy megy fel a mutató, ezáltal felépül az olajnyomásom, tehát ez megint nem gond, működik az olajgombám is. Így utólag már azt gondolom tudatalatt azért, hogy legyen sikerélményem is a rossz után, kitaláltam, hogy csináljunk egy olyan üzemanyag tesztet, vagy egy ilyen berüffenés tesztet, ahogy a KPST parkban Petiék csinálják, külső üzemanyag ellátással próbáljam meg elindítani az autót. Nyilván nem fogok egy 5 literes kannát belógatni a motorháztetőről. Van erre egy féktisztítós cucc, amikor is a TBI-nek mindkét torkába a folytószelep megnyitásával pici féktisztítót bele kell spriccelni. Gyakorlatilag, mintha az injektor adná, csak egyben te adod. Tehát, folytószelep nyit. Nem kell sokáig, csak én 1 másodpercig. Így elindul. Hívom Krisztiánt, mondom neki, hogy mi a helyzet. Külsőről indul, az injektorok jók, a benzinpumpa is jó. Mi a fene lehet akkor a gond? És azt mondja nekem, hogy benzinnyomást vajon mértél-e? Nem tudok benzinnyomást mérni, mert ez egy régebbi autó, és az új autókban van külön kiállás, ahova tudsz csatlakoztatni nyomásmérőt, meg nekem nincs is nyomásmérő órám, ez a második indok. Mondja, hogy semmi baj, van erre egy megoldás, miszerint a tankból, ami előre megy benzincső a motortérhez, ott van egy fémcső, szépen az anyás csatlakozást azt meglazítod, és közben indítózol, mindenfelé spriccelni fog a benzin, ha jó a benzinnyomás. Most nem annyira szeretném, ha spriccelne a benzin össze-vissza, úgyhogy keressünk erre egy alternatív megoldást, mutatom mit. Név szerint van nekem itt egy ilyen átlátszó 5 literes flakonom. Igen, az van rá, hogy tetű, rovarírtó, permet, nagy kaland, ez volt kéznél. Viszont átlátszó, 5 literes, ide be tudom dugni a benzincsövet, és látom, hogy mi történik. Hogyha esetleg csak csöpög, tehát a benzinpumpa nyom, de nem eleget, az látszani fog, ha 1000-rel nyomja, tehát mondjuk el akarja magától lökni ezt a tartályt, az is látszani fog. Hát most egy köztes megoldás. Szegény ember vízre főz. A tetűs tartály mondjuk itt el is férne. Ő az a cső, ez a benzincső, ami hátulról jön a tankból. Itt a csőcsatlakozás. Az egyik anya az 16-os, a másik pedig 20-22, inkább 20. Aha, az 20-as. Ah, ott folyik a benzin. Na, ő lesz a csőnk, az ellátó cső. Jöhet a tetűtartály. Mondjuk így. Na, egész jó. Aha, ezért jó ez a műanyag cucc, mert tudok rajta horpasztani egy kicsit is. Egész mélyre be tudom dugni a csövet, úgyhogy biztos nem fog kipattanni. Na most jön a teszt. Teszt, már megint teszt. Ennyi tesztet a teszt laboratóriumban nem csinálnak, hallod. Először azt lessük meg, hogy gyújtás rátételkor, amikor a zümmögés van, akkor mit csinál? Nyomott, ugye? Jó, most akkor indítózunk. Nézd, még utána is nyomja. De neki jónak kell lennie. De... hallod a kopogó hangot? Ez hátulról jön a tankból. Mi a szar ez? Nem tudom, hát szerintem igazából ez nem rossz. Nézd meg, majdnem félig van az 5 literes kanna, és összesen 2-3-szor indítóztam. Ennyi benzint belenyomott. Egy
Egyébként a Krisztián mestere annak, hogy lelohassza a jó kedvedet, mondom neki, hogy mire jutottam benzin ügybe, azt mondja, jó, oké, az úgy nem jelent semmit, hogy nyom meg, hogy viszonylag sok lett a tartályban, ugyanis nincs nyomás alatt a rendszer, hiszen a cső szabadon belelóg egy tetűtartályba. Majd ha nyomás alatt lesz, akkor lesz a gond, és én tudom is, mi a gond. Mert az elmúlt években vagy 6-7-szer találkoztam vele, nem a benzinpumpa a ludas, a benzinpumpa fölött van egy ekkora gumicső, ami a benzinpumpát és magát a fémcsövet, ami elindul előre, összeköti. Vagy lukas és teljesen megadta magát, vagy pedig csak néhány helyen így el van porladva, hiszen 40 éves, és ezáltal, amikor nyomás alá kerül a teljes rendszer, tehát én összekötöm a benzincsövet a TBI torokkal, nem előre nyomja a benzint, hanem vissza a tankba, ezen a pici gumicsövön, vagy hát a sérülésein, az elporlat részein keresztül, és azért hallom a kopogást is. Bevallom, van értelme annak, amit mond, de én ezt nem akarom, figyelj, nem, egyszerűen nem lehet, hogy ez legyen a baja, lázadok ellene, nem, egyszerűen nem akarom elfogadni, nincs ilyen, ez egy akkora meló, mert természetesen nem úgy, mint a német autóknál, mert volt 50 éves merci, amely autónál, tudod, mekkora munka egy benzinszűrő vagy egy benzinpumpa cseréje? Aláfekszel, hozzáférsz, kicseréled 4 csavart, szia, félromba mész haza. Ennél, az amerikai csodánál nem, ugyanis a tank belsejében van a benzinpumpa is. Ez a cső is természetesen, elsüllyesztve, magyarul nem csak a tankot kell levenned hozzá, hogy a tank tetejéről lecsavard ezt a komplet, ez egy ekkora egység, a benzinpumpa, a szintjelző, egy szűrő van az alján, le kell engedned a hátsó futóművet, differenciálművel mindennel együtt, leszerelni a lengőkarokat, a keresztstabilizátor, mindent, persze először a kipufogó rendszert is természetesen, mert ugye az is útba lenne. Tehát miután leszetted a kipufogót, a komplet hátsó futóművet, utána tudod a tanknak a pántjait megoldani, valahogy kibuktatni a tankot, ami megint nem egyszerű, hiszen a beöntő nyakkal a csővel együtt van, nem külön, tehát ki kell forgatnod, mert ott van még az a bazi nagy cső, ami egész a tank beöntőig felér, és miután nagy nehezen kiforgattad a tankot, és előtted van, akkor tudod kiszedni az egész benzinpumpát, a mérőszerkezetet és mindent, és ezt az ekkora gumicsövet, mert ha minden igaz, lehet, hogy csak ennyi a baj. Á, ne, nem ez lesz a baja, hát biztos másoknál előfordult, nálam tuti nem ez lesz. Biztos csak mocskos a benzinszerű, el van tömődve a rendszer. Utolsó kétségbe esett próbálkozásként beszereztem hozzá még egy benzinszerűt. Hát ha ez a baj, nem sok esélyem van rá, de hát ha egy 3500 forintos dologgal meg tudom mondani, hogy ne kelljen leengednem a komplet hátsó futóművet. Ez már tényleg csak ilyen remény, hogy az utolsó szalmaszálba is kapaszkodik az ember, hogy megkímélje saját magát egy baromi nagy munkától. Nem is a pénz, mert $30 egy üzemanyagpumpa. A futóműcuccok sem olyan veszélyesek, amit akkor már kicserélnék, ha le van engedve minden. Én nem emlékszem rá, hogy cseréltem volna benzinszűrőt az elmúlt 13 évben. Tudom, elnye-velnye, rohadjak meg, tényleg figyelni kellett volna rá. Hát, ha ez van eltömődve. Úgy sem lesz ilyen szerencsém, de legalább próbáljuk meg. Szerencsére ezt nem kell Amerikából rendelni, elérhető Magyarországon, több más típus is használja. Azt hiszem Audiban van ilyen, meg hát ilyen General Motorsos, nem egy nagy dolog. Tehát így néz ki az egész. Itt egy menet, itt egy másik menet. Minket vár a világ. Kiterítjük, mint Aladdin a varázsszőnyeget. Remélem nem az van, hogy itt már csak a csoda segíthet. A hátsó lengőkar első csatlakozásánál kell, hogy legyen. Ami most következik, az mindenképp szívás. Ha megoldja a szűrőcsere, ha le kell venni a tankot, akkor még nagyobb szívás, ugyanis fullon van. Kattanásig tankoltam. Nincs nagy tankja, de azért egy 50-55 liter biztos, hogy van benne, lehet, hogy még 60 is. Szűrő a kocsi gyakorlatilag legalsó pontján van. Tehát ha kicsavarom az anyákat, hogy levegyem a régi szűrőt, zubogni fog ki a benzin. Ezért mondom, hogy szívás. Tehát ezt tisztán nem fogom tudni csinálni. Bejövünk itt a hátsó kerék alatt. És nem is kell sokat bemenni. Itt van rögtön, ő a benzinszűrő. És látod, hogy nem hazudok, valóban ehhez nem lett hozzányúlva egy 12-13 éve, mert ciki vagy nem ciki, ez fekete, úgyhogy ez össze van fújva alvázvédővel. Ha ez a hibája, ha nem, ezt muszáj kicserélni. Az elmúlt két percben eljutottam odáig, hogy a 19-es biztos, tehát 19-es az anya, ami, vagy hát anya, szűrő végén lévő, olyan, mintha anya lenne, de nem anya, hanem a szűrőt fogod meg vele. 17-es fékcső kulcs, egy picit elmozog rajta, de gyönyörűen meg tudtam vele lazítani az anyát. Nem is volt nagyon megtépve szerencsére a benzincső. Ott nézd már,
Már kicsit ázik a benzinben, úgyhogy tovább nem tekerem ki, megyek a másik oldalra. Rögzítésnél vagyok. Ne tudd meg, olyan büdös benzinszag van, itt ömlött a benzin. 3 vagy 4 törölközőt használtam el. 9 darab rongy és törölköző úszott ebben a büdös cuccban. Kesztyüket is széttrancsírozta. 2 vagy 3 kesztyűnek a mutató ujjánál egyszerűen szétnyílt a benzintől. Teljesen szétoldotta őket, úgyhogy semmire nem mentem a kesztyűvel. Minden, tehát mindenféle ebbe benzint fogtam fel. Nézd a kezem! Tönkre vagyok teljesen. Egyrészt a benzin leoldotta az alvázvédőt az aljáról, és ilyen fekete pöttyök lettek rajta, megőrülök, annyira fáj. Tehát zubogott végig a benzin a kezemen. Gyerekek, ne csináljátok. Soha. Ez bízzátok szakemberre vagy emelőről. Ez így, ez halál. Úgy sajog a kezem, itt is alvázvédő. Tudom, hogy én csesztem el. Nem szabadott volna emelő nélkül, meg kölcsön adtam, meg egyedül nekiállni, de annyira tudni akartam, hogy vajon ez-e a baja. A benzinszűrő egyik oldalán be tudtam csavarni a csövet, a csatlakozást, a másikon viszont nem. És tudod, amikor ennyi helyed van összesen a földtől, tudom, hülye vagyok, nem volt nálam emelő, nem vártam meg, amíg itt lesz, az egyik kezeddel tartanod kellene magát a szűrőt, hogy a másikkal be tud csavarni, de itt ez nem fér el. Ergo, mit csinálsz? Későn, hiszen már zubog a benzin, tartod az ujjaddal, hogy ne folyjon, vagy ne folyjon annyira a benzin, és közben gondolkodsz, hogy mit lehetne csinálni. És hiába volt alattám az a fazék, amiben folyt bele. Amikor elmentem mondjuk egy újabb rongyért, akkor 4,5 másodperc alatt megteltek ezek az a benzines fazekak, és amikor húzom ki, már kilötyök belőle, kezdtem kicsit pánikolni, na, mert tudod, közeledett, így jött a nagy benzintócsa. És közeledett ide a szőnyeg szélére, és azt meg baromira nem akartam, hogy még a szőnyeg is elázzon a benzinbe, amin fekszek. 25-ször vagy 30-szor nem álltam neki, hogy na most aztán megcsinálom, és egyszerűen nem tudtam, mert ha ott van az alatta lévő felfogó edény is, a kezem nem fért már oda, hogy megpróbáljam rögzíteni, hogy a cső végre ott legyen a benzinszűrőn. És a legvégén, amikor már tényleg a full pánik uralkodott rajtam, hogy mi lesz, egyáltalán hogy lesz, itt fogok lenni egész éjjel, a 4. órában azt mondtam, oké, hagyjuk a francba ezt a felfogatótálat, ellöktem onnan, hogy zubogjon csak a benzin a földre, meg a kezemre, és egyszerre 2 kézzel nyúltam be. Egész addig így oldalt voltam, hasra fordultam, és így befért mind a 2 kezem, és az egyik kezembe, közben zubog a benzin, tehát ezt úgy képzeld el, hogy közben itt már folyik, és közeledik ide a tócsa. Az egyik kezemmel, a bal kézzel megfogtam a benzinszörőt, és a jobb kézzel végre be tudtam annyira kapatni a menetet, hogy nem folyt. Illetve egyre kevésbé folyt, mert először még csöpögött. Az egész 4 óra azzal ment el, hogy egyrészt próbáltam befogni a csövet, hogy ne folyjon ki a benzin ide, a kasznira, a szőnyegre, a feje. Fú, ennek a szőnyegnek milyen rohadt benzinszaga van még mindig. A másik részről pedig azzal telt el a 4 óra, hogy próbáltam mindig, Kapd el menet, soha. 1 kézzel nem tudtam megoldani, hogy belekapjon a menetbe. Ritkán mondom azt, hogy nem volt jó meló, de ez most, nem tudom, hogy fogok aludni. Azt a rohadt életbe. Ezt most tényleg nagyon komolyan mondom. Léci, fogadjátok meg a tanácsomat, ezt semmiképp ne csináld utána. De meg is van tagadva, szerintem. Hogy értelme volt-e mindennek, az most fog kiderülni. A régi benzinszűrő egyébként egész nehéz volt, úgyhogy ha ki is folyt belőle valami, utána egész súlyos maradt, lehet, hogy el volt tömődve. Rád gondolok, és a sírás folytogat. Eltelt még egy nap, és nemhogy kit meggyógyult volna, hanem engem is megbetegített. Ez ugyanis, látod, hogy csúnyább és pirosabb, mint tegnap, ez nem egy bőrkiütés, hanem benzinmérgezés. Magyarul egy mérgező anyag, jelen esetben a benzin, a bőrfelületen keresztül bejutott a szervezetembe. Mindez úgy derül ki, gyógyszertári pak, éjszaka nem voltam jól. Tehát így alvás közben, amikor picit lógattam a kezem, vagy olyan pozícióba került, baromira elkezdett fájni. És reggel írtam egy barátomnak, lefényképeztem, elküldtem neki a fotót, nézd már meg, Pötyi, mit szólsz ehhez, bepantenkrém, elég lesz. Ő neki meg több esze volt, mint nekem. Tovább küldte a képeket egy barátjának, aki a sürgősségén dolgozik, és mondta, hogy ez nem játék, ez benzinmérgezés, haver. Ami annyit jelent, hogy a seben keresztül, mert ugye itt van egy seb is, a mérgező anyag jutott a szervezetedbe, baromi gyorsan be a gyógyszertárba, kaptam egy elég hosszú listát, és komplett kezelési utasítást, meg ilyen ápolási szaktanácsokat küldött, hogy hogyan kell ellátni a sebet, felejtsem el, hogy csinálok bármit, lógatni nem lehet, full pihenés kell,
Megmondom, hogy erre nem számítottam. Úgyhogy ezt az epizódot nem tudom annyira vidáman lezárni, mint szoktam, mert a hibakeresés most szünetelni fog a lábadozás miatt. Picit meg is van dagadva amúgy, kicsit ilyen pufi. Emlékszel, mit mondtam a 7 hiba az Automon című epizódban? Én ezt a kocsit minden hibája és problémája ellenére mindig is szerettem és szeretni fogom. Hát, a kezemet elnézve azért van egy olyan gondolatom, hogy a rákenye ki belőled a benzin. A sebet, nem kell, hogy ömölve a vér, de kicsit így issa meg. Grasszolindot rátesz, csak a sebre. Szarhelyen van, üzletnél van. A dermazint rákeni egy steril mullapocskára, és lázmérés. Lázisén azonnal sürgősség, kész. A vérvétel, stb. A karfelkötő viselése állóhelyzetben kötelező. Nem szorogatni a kezét, mert ahhoz udul be a vér, az nekünk, a sebnek kedvez, nekünk nem.